Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakelmetál autóalkatrész. 3 hónappal ezelőtt jelent meg az a videó, ahol az új bringámat, a 2024-es YT Jeffsit üzembe helyeztük Tárnoki Petivel. Akkor nagyon sokan írtátok, hogy mi lenne, ha megosztanám a felhasználási tapasztalatokat. Az elmúlt 3 hónapban mentem vele több mint 1500 kilométert, és nagyjából 32-33 ezer méter szintet, ennek úgy 90%-át terepen, tehát ahogy a biciklit használni kell. Azt is nagyon sokan a szememre hánytátok, hogy miért vesz valaki ennyire drága biciklit. Ez ugye egy 5000 eurós bringa, ami nagyon szépen rímel arra, hogy az Electro Ridernél most kapható Talaria String az kedvezményesen 2 millió 90 ezer forint. Mind a kettő egy sporteszköz, mind a kettő játék, habár ez SMKP-nak minősül és lehet vele forgalomban közlekedni, de azért inkább játék. Úgyhogy most elmondom, hogy mik a biciklivel a felhasználási tapasztalatok, és megnézzük, hogy miben jobb vagy miben rosszabb egy elektromos motor, mint egy ilyen komoly hegyi bringa. Iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, és tartsatok velünk! Elindult a Check Engine Patreon oldala. Ha úgy érzitek, hogy szeretitek, amit csinálunk, és támogatnátok, akkor itt megtehetitek. Valamint van még egy Rahedli jegyünk az augusztus 17-én és 18-án tartott Amon Productions nyílt napra. Betettem ide alulra a linkeket, ha bármelyik érdekel titeket, akkor kattintsatok! Roland, mik az első benyomások? Milyen lesz? Nehéz. Nehéz? Nagyon nehéz. Azt tudni kell, hogy Roland is alapvetően bringás, mi együtt kezdtünk el bringázni. Pontosabban nem, de hogy... Majdnem együtt kezdtünk el bringázni. Igen, én már bringáztam egy 10 éve akkor, de mindegy, hagyjuk. Én is bringáztam akkor egy 10 éve, amikor találkoztunk. Igen, kiszámolja. Így van. Na, és hogy Roland a talariát nyüstöli, én meg a bringámat, aztán majd jól megosztjuk a tapasztalatainkat. Fő kérdés mindig az, hogy megérje, és a válasz mindig az, hogy kinek mi. Mert hogy én életvitelszerűen használom ezt a biciklit arra, amire kitalálták. Ergo nekem igen, így azt gondolom 3 hónap és 1500 kilométer után, hogy megérte, vastagon megérte. Tulajdonképpen semmi nem pusztult el rajta, egy darab hátsó gumitól eltekintve. Kint bringáztam Bajorországban, a Fichtelben, ez egy nagyon-nagyon sziklás régió, és egy ugrató után nagyon szerencsétlen szögben sikerült eltalálnom a guminak az alsó peremét. Igazából ez egy nagyon-nagyon apró lyuk volt, de tudom, hogy ha ott a perem alatt ütöm meg, akkor azt már nem fogja meg a tej, nem lehet megragasztani az a gumi onnantól, vagy belsős, vagy kuka. Én nem szeretek belsővel menni, úgyhogy rendeltem egy új hátsó gumit. Nagyon érdekes, hogy itthon ez a Maxxis Aggressor, ez 20-21 ezer forintba került, Németországba házhozszállítással együtt 15 ezerbe. De hát nyilván a szerényebb életszínvonalhoz hangolják a termékek árait, mint tudjuk. Ezen felül sérülések nem nagyon keletkeztek. Érdekes, hogy az összes karc, ami rajta van, az mind szállítási vagy tárolási sérülés. Emeltem be a biciklit az autóba, és végighúztam egy nadrággombomon, vagy például letámasztottam egy fal mellé, valaki elsétált mellette, föllökte, és végigkaristolta a vázat. De ezek is elég kevéssé láthatóak, nagyon-nagyon masszív lakréteg van a felületkezelésen, emiatt nagyon strapabíró. Más mechanikai természetű problémám egyelőre nincs, nem volt probléma a dropperrel, ez már egy fejlesztett változat, azért az előzőnél néha szétugrott, meg levegősödött, meg voltak ilyen hülyeségei, ennél ilyennel nem találkoztam. Mechanikailag a bringa stabil. Még a felni is egészen remekül bírja. Előtte DT-vel mentem, a DT Swiss-nek a 1900-as felnieivel. Ezek itt most, ezek a Crank Brothers Synthesis alumínium kerekek, ugye ennek van karbonváltozata is. Nem keletkezett még rajta kiegyengedhetetlen sérülés. Hát az az egyfelütés, amikor kicsíptem a gumiperemet, az látszott, de vízvezeték csőfogóval, meg egy gumilappal szépen ki tudtam húzni. Nincs tojás a kerékben. Ilyen jellegű ütéseknél a DT már tojásosodott, vagy 8-asosodott, szépen magyarul megfogalmazva. Ennél kiegyengedtem a felütést, és a felni ettől függetlenül tökéletesen fut. Más probléma nem nagyon történt.
A legtöbb kérdés amúgy a GX-AXS váltó kapcsán érkezik. Ez ugye az AXS, tehát a Bluetooth-os elektromos szériának a középső darabja. Ezek is akkumulátor működteti. Imádom. Nem csak az, hogy kevesebb a biciklin, a bovden meg a drót, és ettől jobban néz ki, nem akad be, hanem egész egyszerűen nem kell foglalkozni a karbantartásával, nem kell bovden cserélgetni, nem kell utána állítani, nincsenek ilyen természetű problémák. Előfordul, hogy nem vált szépen, de arra jöttem rá, hogy ez a váltó sokkal, de sokkal érzékenyebb a jól karbantartott láncra, úgyhogy hát ugye egyrészt sok a lánckerék, másrészt nagy az áttételmódosítás, úgyhogy kicsit gyakrabban kell tisztítani a láncot és újra kenni, de akkor viszont mint az óramű, és minden hátrányát elengedi, ami a bovdenes váltókhoz tartozik. Meddig bírja az aksi? Nem tudom. Egyszerűen egy ilyen rutinná vált, hogy hazaérek bringázásból, kiveszem töltőre, rakom, sosem töltöttem még 10 percnél tovább, bringáztam már vele egy teljes napot, elhatároztam, hogy egyszer benne hagyom, és megnézem, hogy meddig bírok vele menni, csak rettegek tőle, hogy mondjuk pont úgy fog megállni a váltó, hogy mondjuk a legmagasabb fokozatban, és haza kell még tekernem 15 kilométert, azért az nagyon kellemetlen lenne, de egyszerűen tényleg 3-4 napot szerintem simán elműködik, én viszont inkább kiveszem és töltögetem, a lakásban tartom, hogy se a hideg, se a meleg ne bántsa. A váltókarban egy CR2032-es aksi van, erről sincs tapasztalatom, nem cseréltem még soha. Beszélgettem Mátéval, ugye, aki dolgozott ezen a biciklin, ő azt mondta, hogy van olyan kollégája, akinek 4 évig bírta, volt olyan, akinek 2 hónap után lemerült, nyilván ez azon is múlik, hogy a beszállító a gombelemet, a 2032-es gombelemet, azt mennyit tárolta, mennyivel gyártotta a szállítás előtt. A kulacs zseniálisan működik ezzel az oldalas kulacstartóval, ugye aszimmetrikusan ki lehet pattintani, vissza lehet tenni, sosem esett még ki, nem okozott gondot kivenni, betenni menet közben, alatta pedig ott van a storage, vagyis a kis nyitható elem, amit már az összeszerelős videóban mutogattunk, ebben jellemzően tartok egy pumpát, tartok defektjavítót, egy-két kéziszerszámot, meg néha beteszek egy-egy zapszeletet, vagy csokit, vagy ilyesmit. Nagyon-nagyon hasznos. Ja, és szoktam benne lámpát tartani, hogyha valahol véletlenül sokáig maradok este tovább a tervezetnél, akkor tudjak felrakni villogót hátra, meg lámpát előre. És nagyon jó, hogy ezeket a dolgokat nem a bringás táskában kell tartani, mert amióta van ez a kis tároló, meg van a kulacs, azóta táska nélkül járok biciklizni, és sose gondoltam volna, hogy táska nélkül biciklizni, akkor a szabadság. Egy apróság van, ugye ezt a vázat hivatalosan 2-3-as gumira specifikálták, az átmérője, én viszont 2-5-össel megyek, hogy ne üssen föl, és bizony lehet akkor átkanyarodni a biciklivel, mert támogatja a geometria a nagyon tempós lefektetős kanyarokat, hogy bizony beleér a láncvillába a gumi, de ezt nem tudom felróni a gyártónak, hiszen ez egy szélesebb gumi, mint amit terveztek bele. Így sem okoz gondot, mert a láncvilla belső oldalán is van védőfólia, és egy kicsit azt megdarálta, de maga a felületkezelés ténylegesen az sértetlen. És a vázon itt is, mindenhol, ahol hozzáérünk, ahol megütjük, ahol sikáljuk cipővel, ilyenek, ott van védőfólia, és el is látja a dolgát. Ugye régen mindig az volt, hogy az ember megvette a szép biciklit, aztán rohant lefóliáztatni, hogy ne sérüljön. Ezt most a gyártó megcsinálja nekünk, és bizony bírja. Az előző bringám egy ugyanilyen Jeffsy volt, csak a második szériája, ez ugye a harmadik, és abban az akkor kapható legjobb kasimás Fox futómű volt. Hát ez itt most RockShox. És egy kicsit tartottam is, hogy visszalépés lesz-e majd, de nem. Ez az Ultimate széria. Egyszerűen zseniális, nem tudok belekötni. A beállítás kifejezetten jól ment, könnyű volt. A YT oldalán van egy kalkulátor, megadtam a bicikli felszereltségét, megadtam a testsúlyomat, ő pedig adott egy nyomásértéket, és hogy hova állítsam a csillapítást. A nyomásérték az tulajdonképpen tökéletes volt, a csillapításon egy-egy kattintást értem el húzó és nyomófokozatba, és az is perfekt lett, tehát nagyon jó az a szolgáltatás is. Meg volt az első olajcsere, majd szeptember-október környékén jön a második. Előtte sem volt rossz, de amikor megkapta a friss Motorex-et, akkor lett hibátlan.
talariázgatunk már egy ideje erre-arra, de most először vagyunk ki talariának való terepen. Tehát, hogy ez... Én ezt nem jelenteném ki, hogy ez talariának való terep. De emberek itt talariával mennek gyönyörűen, az más kérdés, hogy neked még nem megy annyira. De azért hát a végére elég jól belejöttél. Igen, mondjuk lehet, hogyha kicsit át van alakítva, akkor más. Ez fogalmazódott meg bennem is, hogy ez így ebben az állapotában, ez arra van, hogy kimenjél vele az erdőbe és szép csöndbe kirándulgass. Néha kicsit elhúzod, néha kicsit elhuppasztod. De nekem a súlya probléma, azt nagyon meg kéne szoknom. 66 kiló. Viszont ezáltal, hogy nagy a súly, ez nyilván az akkumulátorból adódik. 2,7 kWh, ami hát azt jelenti, hogy te most itt hány kilométert mentél vele? 42-t ír. 42 kilométer, és az konstans fölle, fölle, fölle. Hát igen, lefele csak gurultam, lefele nem húzok gázt. Súlyából adódóan gurul. Így van, meg jól fölfele van csapágyazva. Viszont, igen, fölfele viszont jöttem. Fölfele viszont haladt el, ezek látszanak a vágóképen, és most van az aksi. 51%-on. És fizikailag hogy érzed, tudnád még csinálni? Tudnám még, de azért előbb mentem a kamerának 2 kört, leföl egymás után, az azért már durva. Igen. Tehát ott is azért érzem. Megterhel. Igen. Főleg ebbe a 37,5 fokba, amikor ki tudtunk jönni megint extrém sportot forgatni. Igen, ez tökéletes volt erre az idő. Fölfele szórakoztató, fölfele nagyon jó. Kirándulni rohadt jó lehet vele. Igen. Mert gondolj bele, hogy kimész az erdőbe, és csak így gurulsz finoman, nem veri fel az erdőt, nem cseszi szét az erdőtalajt, nem üvölt, nem büdös, nem folyik belőle semmi. Én azt gondolom, nyilván én is kipróbáltam, ez nem azoknak az embereknek van, akik egy bicikliről szeretnének valami komolyabbra upgrade-elni, ez azoknak van, akik végig terepmotorozták az életüket, de már nem akarják azt a permanens szívást a karbantartással, a hadakozást az erdésszel, meg a trélerezést a pályára, hanem csak ki akarnak menni, és néha egy kicsit kiszellőztetni a fejüket valami játékkal, ez nekik való. Vagy aki eleve motorozni akar. Igen. Aki nem tudja, hogy milyen egy bringa. Aki nem. De amúgy én ezt mondtam, hogy ez a pálya, ez kicsi lesz neki. Uh-huh. Tehát egy asztalos ugrókon sokkal jobban megtanultam volna vele menni, meg sokkal jobban eleresztettem volna. Így a végére azért jól megy. Ez a 2025-ös modell, itt történtek fejlesztések, kapott egy új vezérlőt. Igen. Állítólag érzésre egy kicsit erősebb, mint az előző. Én mentem az előzővel nagyon sokat, ugye volt az a kis téli túrám, amikor körbe motoroztam Budapestet tengelyig érő hóba. Nagyon rég volt, de annál amúgy tényleg egy kicsit élénkebbnek tűnik. Ezen felül hangoltak az eco módon egy kicsit. Az nagyon érezni, mert én végig egész nap ecoba használtam, és nagyjából annyi a különbség, hogy kb. Megáll 47-nél. Igen. Amúgy semmi más. De egy kicsit kevésbé agresszívan indul el. Az adagolhatósága mindenképpen jobb lett. De az itt a csiki-csukikban jobb is volt. Igen. Igen. Tényleg jobb adagolhatósága. Nekem még mindig megmaradt az, hogy egy, nem rögtön az elejétől, hanem egy nagyon picit meg kell húznom, akkor egy picit megugrik, de utána hibátlan volt. Igen. De utána tényleg jó. És fölfele, ha tartok, de egy konstans tempót tök jól tudtam fölfele tartani vele. Tehát picit játszottam a gázzal, és úgy simán lehetett jönni a kanyarokba. De akkor a lényeg, hogy egy akkumulátorral el tudsz menni egy délutánt úgy, hogy utána magad mögött húzod a kezed, mert kimerít. Ja, az biztos. És mondom, így, hogy áthangolták tényleg az eco módot, nem nagyon kell följebb kapcsolni. Igen. Főleg ilyen szűk helyeken. Igen. Tehát ha erdőbe elmegyek túrázni, nem hinném, hogy följebb kapcsolnám sportba. Az utcán, amíg jöttünk ide, addig föl kellett kapcsolnom. Járni vele nagyon jó. Tehát az a téli túra, amit megcsináltam vele, tényleg az, hogy így fölteszem a járdára, és csak így letámasztom, és nincs az a szívás, mint egy motorral, meg ilyenek, meg hogy bárhol elfér, hogy robbanékony, hogy odaértem a haveromhoz, hallott, hagyd dugjam már be egy kicsit a teraszon, az tökéletes, de nekem az örömfaktort még mindig inkább a bringa adja meg. Aztán ki tudja, én is. Hát most már lassan 30 éve biciklizem, lehet, hogy eltöltenék rajta egy hónapot, és nem akarnék visszülni a biciklire, ezt most ilyen alapján nem tudom megmondani. Az biztos, hogy ennek kell az infrastruktúra ahhoz, hogy játék legyen.
tehát kell egy pálya, egy neki való igen. pálya, viszont hogyha neki való pályán akarod használni, akkor meg egy kicsit már át kell alakítani. Hát igen, az valószínűleg kevés ez, de amúgy ezen a neki való pályán például nem kell átalakítani. Uh-huh. Tehát ha itt csak arra használom a lejáratot, amire te a följáratot, hogy följussál, én meg csak, hogy leguruljak, uh-huh. és fölfele nyelezem neki, az tökéletes. Nagyon lehet jönni a kanyarokba, nagyon be lehet dobni a kanyarba, kijön szépen. Thank you.